Sziasztok! Ebben a retro filmajánlóban egy régi ifjúsági filmet szeretnék bemutatni. De előtte egy kis kitérő. Azt már tudjuk, hogy a magyarok zseniálisak voltak az ifjúsági filmek készítésében, és a csehek is ugyanolyan klassz rajzfilmeket készítettek, mint mi magyarok, és ezeket mi is megismerhettük gyermekként. A régi időkben még az osztrákok és a németek is készítettek kiváló bábfilmeket, amelyeket azonban ritkán láthattunk a magyar csatornákon. Íme két alkotás részlete tőlük. Warum schreist du denn, Mutter? Glaubst du an Drachen? An Drachen? Freilich. Los, Vater. Na, einen gibt es. Nun, liebe Kinder, gebt fein acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. S most nézzük az én ajánlómat. A 80-as évek végén és a 90-es évek elején nyaranta nagy örömmel ültünk le a tévé elé, amikor a tévéújságban észrevettük a következő címet. Trükkös Tomi és a bélyegutazás. Már a címe is sokat ígért nekünk. Abban a korszakban, amikor sokan nagyban gyűjtöttük a jobbnál jobb bélyegeket, és imádtuk az ifjúsági filmeket, ez a filmcím igazán a kedvünkre volt. A filmet a kanadaiak készítették 1988-ban, s a szünidei matinéban gyakran láthattuk. A történet szerint Ralphot, a visszahúzódó kisfiút, Tomi, a ravasz utcagyerek csúnyán kihasználja. Akár egy vagyont is érhet. Egy vagyont, Tomi? Azt mondod, egy vagyont? Igen, mert az ilyen nagyon ritka. Jó lenne, micsoda utálatos fráter. Gyertek, vegyetek ritka bélyeget. Itt van a hiba rajta. A posta már elfogyott. Egy vagyont fog érni. Itt van egy külön. Támadt egy ötletem. Megmondom, mit csináljunk. Rábeszéli őt, hogy Ralph édesapjának értékes bélyeggyűjteményéből adja oda neki az egyik bélyeget, s cserébe ő egy értékes kollekciót ad neki. A csere után Ralph rájön, hogy Tomi becsapta őt, s a kollekció nem ér semmit. Ralph megpróbálja megtalálni Tomit, hogy visszaszerezze apja bélyegét, azonban Tomi eladja az értékes bélyeget egy kereskedőnek. Ralph nem tudja, mit évő legyen, ezért testvéréhez, Nancyhez fordul segítségért. Nancy és Ralph elmennek a kereskedőhöz, ahol Ralph felfedezi az apja bélyegét, amit a kereskedő nem hajlandó visszaadni. Ralph dühösen elrohan, Nancy pedig sírva fakad. A kereskedő megszánja és egy régi bélyegalbumot ajándékoz neki. Amikor Nancy megmutatja a testvérének a kereskedőtől kapott albumot, Ralph dühében széttépi azt. A két gyerek felfedezi, hogy az albumban egy levél volt elrejtve, mely egy értékes bélyeggyűjtemény helyét mutatja meg, valamint leírja a bélyegutazás titkát, mellyel bárki egy bélyegen beutazhatja a földet. Most irány, Ausztrália! Innen kezdve az események felpörögnek, és egy világra szóló kalandban vehetünk részt, mint tévénézők. A történet vicces, aranyos és érdekes. Hiszem, hogy a mai gyerekeket is leköti. Ma már sajnos nem nagyon vetíti a televízió ezt a régi klasszikust, de a neten szerencsére megtalálható. Ha esetleg még nem láttátok, javaslom megtekintésre, de ha már ismeritek, akkor kellemes nosztalgiázást kívánok hozzá, ha ismét megnéznétek. Sziasztok! A bélyegen raboskodik. 1930 óta. Szegény vagy. Azt hiszem, szükség lesz rá. Amit tudtam, bebor, ez dolog.